Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Szép estét nektek! Üdvözöllek benneteket! Szép estét! Remélem minden fasz a minden jó. Nem fogom húzni az időt. Rögtön bele is fogok kezdeni. Sok témánk lesz, vendégünk is lesz, szülőértekezlet is lesz. Keresem, amit szeretnék felolvasni. Lesz három olyan levél is, amit megosztok veletek. Főleg, hogyha ez elfordulna és ki tudnám nagyítani. Na! Volt egy posztom 2022. január 15-én 23 óra 40-kor posztoltam. Ezt tőlem ugyanabban a formában fogjátok hallani, hogy felolvastam, és megértitek mindjárt, hogy miért. Eljött a diktatúra által népirtás ideje a katonaság részéről. Az új honvédelmi törvény. Idézet a BM21 2021-es tervezetéből. Belső tervezet a tisztikar részére, és nem mindenki kapja meg. A polgári lakosság létszáma megmozdulásán eléri az 50, azaz 50 főt, egy szakasz katona felvonulása indokolt, tűzereje elégséges. A területvédelemért felelős, de jó, hogy most írjátok az üzenetet, és most nem tudom elolvasni, örülök neki. A területvédelmi felelős parancsnok hozhat döntést a szükséges fegyverhasználat mértékéről. Mikor a parancsnok helyesen ítéli meg az éles lőfegyvert, felettes nélkül is elrendelheti az éles lőfegyver használatát. Vagyis a korábbi fegyverekben minden orosz alapú, zárójel bezárva, egy darab vaklőszer, 22 éles lőszer táranként. A tárazás gyakorlata a Bren Karabély nem üzembiztos, egy darab vaklőszer, 12 lőszer. A kiképzés ennek megfelelően történjen 2021.09.04 után. Közelharc esetén minden nemű ellenség leküzdés megengedett, akár az élet árán is. Ezt írtam. És akkor Novák elődúrnak nagy szeretettel, mert tudom, hogy nézi, és arra kérem, hogy a műsor végén is. Na figyelj, te mit nem értettél ebből? Még egyszer elkezdem neked felolvasni az elejéről, mert tudod, az országban harmadik osztályos gyerekeket megtanítanak értő olvasásra. Azt írtam, hogy a BM21 2021-es tervezetéből. Ezt egy katona adta át ezt a papírt a saját jegyzeteivel együtt. 2. Van rajta bélyegző. 3. Németországban megtalálható egy ügyvédnél. Tehát lehet itt packázni, haver, hogy te ezt nem tudtad, de hogy nem tudtátok. Ti is éppen olyan hazárulók vagytok, mint amik ott ülnek bent a parlamentben. És tudjátok, mi a baj? Elmondom én nektek, hogy a nép öntudatra ébredt. A rendőr, meg a katona ezentúl nem fogja a politikus seggét védeni, mert a nép oldalára áll, és ettől fétek. Hogy kiderül minden, elszámoltatás lesz, felelősségre vonás. De ha megindul a nép, akkor üzenem, kedves feleségednek is, hogy búcsúzzatok el a gyerekektől, mert sokáig lesztek a csillagba. Mert az a drága magyar vér, amit ti kiontottatok, mi ezt nem felejtjük. Maradjunk ennyiben. Jó? De maradj a műsor végén, azt akkor meg fogod látni, hogy ezt miért is mondom neked ilyen szeretettel. Jó? Ezt meg fogod látni. Csak hogy értsed a törődést, tudod? És még egy dolgot mondok neked, te engem az elmúlt 2 évben anya le akartak járatni, anya le akartak járatni, én mindig tovább mentem. De tudod mit? Üzenek még neked valamit. Akkor vedd elő ezt a törvényt a 28. és a 32. oldalnál. A fegyverhasználati jog az összes kényszerítő eszközre vonatkozik, aminek az utolsó eleme az éles lőfegyver. Na erre majd várok tőled választ, erre az egyre.
Ez benne van a 28 és a 32. oldal között. Vedd a fáradtságot, ha egyszer képviselő akarsz lenni, vedd a fáradtságot, aztán másold ide be, mert ha én holnap bemásolom, akkor csúnya világ lesz. Jó? Maradjunk ennyibe. Aztán itt el is köszöntünk egymástól. Keresd meg a törvényt, és akkor jön a következő levél. Ez már békésebb. Ez csak így téma lezárva. Ja, mehet a Novák elődnek, nyugodtan lehet küldeni a videót, jó? Tehát nagy szeretettel, de mondom, a végét várja meg, mert az nagy durranás lesz, mint ahogy ígértem. Kiment tőlünk egy levél, nyílt posztra, ezt felolvasom nektek, és megértitek, hogy miért olvasom fel. Felhívás minden csoport vezetőjének és adminjának. Kérjük osztani minden csoportba, minden felületre. A rendszerváltók csoport minden ellentétes híreszteléssel és állítással szemben azért dolgozik, hogy a magyar nép visszanyerhesse szabadságát, az ország visszakerülhessen abba a helyes irányba, amerre 1989-ben a rendszerváltáskor indulni készült, aminek egyik alappillére az 1989-es ideiglenes alkotmány volt. Ma már tudjuk, sőt bizonyított tény, hogy a rendszerváltás után a politikusok azon dolgoztak, hogy ezt megakadályozzák, az ország és a nép vagyonát ellopják. Egy pillanat, mert most megint beugrott egy üzenet. Hol vagyok? Ellopják és egyeduralomra törjenek, ami folyamatot 2011-ben megszavazott, de 2012. januárjában életben léptetett alkotmánynak csúfolt alaptörvény elfogadásával bebetonoztak. Az azóta eltelt időben más nem történt, csak még lentebb taszították a népet és az országot, eközben ezen politikusok hirtelen mértékben gazdagodtak a magyarok kárára. Több csoport, mozgalom próbált a saját módszerével az utóbbi időben tenni az elnyomó rendszer ellen, sajnos inkább kevesebb, mint több sikerrel. Mindenki láthatja, hogy egy csoportnak egyedül nem megy. A rendszerváltók csoport módszeres tájékoztatása, megoldási javaslata és határozott jövőképe jelentős számú követőt öntudatra ébredt tenni akaró magyart vonzott és vonz folyamatosan. Viszont egyedül nekünk sem megy. De nem is ez a célunk. A rendszerváltók semmilyen hatalmi pozíciót vagy bármi saját hasznot nem remél cselekedeteiért, törekvéseiért. Célunk, hogy a nép visszaszerezhesse önrendelkezési jogát, szabadságát, lerázza magáról az elmúlt 32 év politikai elit által ránk rakott rabigát. Már többször alátámasztott álláspontunk szerint ehhez nem kell más, mint az, hogy az aktív lakosság 1%-a egy időben, egy helyen egyszerre kinyilatkozzon. A csoport vezetőit arra kérjük, hogy amennyiben ezen törekvésekkel szimpatizálnak, úgy saját követőiket is biztassák arra, hogy egységbe kovácsolódhasson a nemzet, a magyar nép elindulhasson a felemelkedés útján. Nem arra kérjük a csoport vezetőit, hogy csatlakozzanak, még csak szeretnünk sem kell egymást, hanem arra ne ártsanak a nemzetnek azzal, hogy a széthúzást erősítik. Harcoljunk a magyar népért, Magyarországért együtt, és ne egymás ellen. Őseink öröksége, hazánk, itt a Kárpát-medencében Magyarország. Tegyünk ezért, hogy e haza lehessen szabad, hagyatékunk a jövő magyarjainak. Áldás minden tiszta szívű magyarra. Ez kiment egy posztba, rengeteg megkeresés érkezett több csoportvezetőtől, több csoporttaktól, akivel folyamatos az egyeztetés. Lassú víz partot mos, próbáljuk utolérni magunkat. A tegnapi élőm, hogy őszinte legyek, csak azért maradt el, mert elfáradtam. Nem tudtam magamat annyira összeszedni, hogy ide üljek a kamera elé. Teljesen el voltam fáradva. Tehát kicsit türelmet kérek mindenkitől. Én azokat a csoportvezetőknek, akiket megígértem, hogy beszélünk, tőlük annyit kérnék, hogy az élő után dobjanak egy üzenetet, és keresni fogom őket. Nem biztos, hogy rögvest az lesz az első, hogy őket visszahívom. Nem biztos, hogy az lesz az első. Viszont egyeztetnünk kell, mert 3 és 5 héten belül utcára kell mennünk. Ennek a szervezése folyamatban van, de kellenek a csoportok, kellenek a csoportvezetők, kellenek a tagjaik ahhoz, hogy egységesen 100 000 ember egy helyen, egy időben kinyilváníthassa az önrendelkezési jogát. És egy újabb levél, amiről ti nem tudtok, csak egy posztot láttatok róla, és
ezt is felolvasom, mert úgy érzem, hogy ezt is tudni kell. Tisztelt Uram, Hölgyem! A rendszerváltó civil csoport hosszabb ideje figyelemmel kíséri a politikai véleményformálásukat, és az alaptörvény közjogi érvénytelenségével kapcsolatban is találtunk az önök részéről nyilatkozatot. Csoportunk fő irányvonala az alaptörvény közjogi érvénytelensége melletti állásfoglalás és kiállás, a magyar társadalom újbóli alkotmányos tudatra ébresztése. 2011-ben az ideiglenes alkotmány és a népfelség ellen elkövetett puccs széleskörű ismertetése a civil lakosság körében. A két aspektus figyelembe véve csoportunk úgy határozott, hogy meghívjuk önöket egy közös nyílt vitára, amelynek témája az alaptörvény közjogi érvénytelensége. Mi készen állunk arra, hogy egy nyilvános vita keretén belül érvekkel alátámasztva megvédjük azon álláspontunkat, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. És önök meghívottak. Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, Torockai László, Vadai Ágnes, Dúró Dóra, Varjú László, Jakab Péter. És akkor ehhez jön még Novák Előd, és kérem Betit, hogy küldje neki is a levelet, illetve Kunhalmi Ágnes kisasszony is a meghívottak listáján fog szerepelni. Na, és hogy értsétek, hogy ezt miért kell megtenni. Ha egy alaptörvény közjogilag érvénytelen, akkor a ráépülő hatalom is szintén érvénytelen. Ezen nincs is mit beszélni, mert ezt tudjuk. Tehát, hogyha az érvénytelen a jelenlegi 2012. január 1-én elfogadó életbe léptetett alaptörvénynek nevezett tákolmány, akkor a ráépülő hatalom is érvénytelen, ergo a választások is érvénytelenek. Én azért hívtam meg ezeket az embereket egy asztalhoz, hogy azok az emberek, azok a megvezetett, a saját jogaiktól megfosztott szavazópolgárok, akik ezek közül akarnak valakire szavazni, azok rájöjjenek, hogy óriási baj van az országban. Mindenkihez nem jutunk el, minden embert nem tudok megmenteni. Lehetetlen. De az is egy válasz, ha nem jönnek el. Az is egy válasz, ha nem reagál. Az is egy válasz, mert elismeri mindazt a törekvést, amit mi csinálunk. Ergo elismerte az alaptörvény közjogi érvénytelenségét. Elismeri. Mindaddig, amíg nem áll ki vitázni, addig a diktatúrát szolgálja. És ajánlok figyelmetekbe egy cikket. Tegnapi nap folyamán megjelentett cikk, Márki-Zay Péter covidos. Semmi gond, jobbulást kívánok neki. Bízok benne, hogy legyőzi a járványt. Múlt héten pénteken, mint ahogy láttátok, ott voltam vele vitázni. Elmondtam, azt kérdezte, hogy mit tegyünk, vagy hogy tegyünk, majd mit tudom, mit kérdezem. Elmondtam neki, hogy valós és tényleges rendszerváltás. Emlékeztek, ott a videó meg lehet nézni. Azt mondta, hogy ő is. Tegnapi nyilatkozatában az van, hogy amint meggyógyul, gőzerővel dolgozik a kormányváltáson. Akkor ki hazudik? A kormányváltás az nem rendszerváltás, tisztelt Márki úr. Még véletlenségből se rendszerváltás. Bábcserés kormányhoz mi már nem adjuk a nevünket. 32 évig adtuk. Mi már nem adjuk a nevünket. Ez meg az én privát véleményem, de szerintem ezzel is egyetértetek. És akkor még két téma, aztán tényleg behívom a vendéget. A szegénykém otthon vár bennünket. Még az alaptörvényre fogok majd visszatérni. Csak hogy értsétek meg, aztán a végén majd elmondom, hogy mit miért teszek. Ausztria 132 igen szavazattal megszavazta a kötelező vakcinázást néhány perccel korábban. És elmondtam nektek, és idézzétek vissza ezen videókat is, hogy a kötelező vakcinázás és a vírus nem fog megállni hegyes halomba. Jelen pillanat, kis hazánkban keddtől plenáris szünetet tart a parlament a választásokig. Addig van időnk. Nem sok időnk van, de addig van időnk. Ezek nem fognak megállni. Teljesen mindegy, hogy Gyurcsány vagy Orbán, de be fogja vezetni a kötelező vakcinázást. Nézzétek meg, ezerszer elmondtam. Tüntetéssel nem tudjátok a Covidot megdönteni. Nézzétek meg,
több százezeres tömeg van Bécs utcáin, le van zárva, rengeteg rendőr, kint van az őrjöngő tömeg, nem fogják tudni megállítani. Meg kell végre érteni. Nem tudják megállítani, mert náluk az alkotmány az biztos. Nálunk az alkotmány az él, csak nem használjuk a jogainkat, mert a politikusok elhazudták, eljátszották, hogy új alaptörvény van. Alkotmányos puccsot hajtottak végre. Nem lehet megállítani a Covidot. Nem lehet megállítani a Covidot tüntetése, csak valós és tényleges rendszerváltása úgy, hogy visszatérünk a nemzetközi jog által is elismert 89-es ideiglenes alkotmányhoz. És ott megállunk, mert ideiglenes. Ideiglenes. És rá kell ébreszteni az embereket az alkotmányos tudatukra. Mindaddig, amíg ezt nem csináljuk, úgy fogunk járni, mint Ausztria. És akkor két dolog még a Covid-dal kapcsolatban. Bízok benne, hogy a vendégem ezt be fogja tudni játszani, ezt a felvételt, és meg is kérem, mert tudom, hogy itt vagy nézők között, hogy készítsd ezt a felvételt. Keszthelyi iskolába elterjedt a hír, és ez egy rémhír volt, hogy a szülők bementek az iskolába, az egészségügyi gyerekek miatt asztalra csaptak, és oltatlanul mehetnek a kórházba. Többen megosztottátok nekem is a hírt, hogy azonnal szenzációként rakjam ki, az iskola föl lett hívva, és bízok benne, hogy be is tudjuk játszani a felvételt, minden tagad, ez nem így működik. Tehát még egyszer is elmondom, ezek álhírek, ezek nem így működnek. Anglia, nagy híre van az Angliának, hogy holnap elengednek mindent, zárójelbe jegyzem meg. Két nap ezelőtt megraktam egy videót, ahol látjátok, hogy mennyi teszt van, gondolkozzatok el, hogy ha bezártak mindent, az minek lesz. Az igaz, hogy sehol nem kell, és jól érezzétek meg a szavam, az igaz, hogy sehol nem kell jelenleg maszkot használni, az igaz, hogy nem kell Green Pass, tehát ez a védettségi igazolvány, ez teljesen igaz. Viszont a nővérek kötelező oltásától a kormány nem állt el. Még egyszer is mondom, a nővérek kötelező oltásától a kormány nem állt el. És akkor ezentúl arra kérlek benneteket, jól nézzétek meg az angliai számokat, jól nézzétek meg a fertőzési számokat, szabadjára engedik az embereket, ráfogják, hogy újra terjed a vírus, ráfogják, mesterségesen, mint Ausztriában fölnyomják a számokat, és ugye a Godó Gyurival volt a legelső tévé rádió interjúm, hallgassátok meg, mert megvan, le van mentve, ott van a rendszerváltók oldalán, meg az én oldalamon is kint van. Szabadjára engedik az embereket, mesterségesen főtolják a számokat, és azt fogják mondani, hogy eddig és nem tovább, mert kell a kötelező vakcina. Láss, ne csak nézz, ez egy saktábla, gyerekek. Saktábla, nem úgy állok neki sakkozni a partnerem, hogy azt sem tudom, hogy merre akarok lépni, hanem gondolkodok, hogyha én erre lépek, akkor ő mit fog arra lépni, ha ő arra lép, arra mit fogok lépni. Logika. Használjátok a logikátokat. És akkor térjünk vissza az alaptörvényre. Kértem tőletek, hogy az alaptörvény módosításáról nézzétek meg az interneten, hogy szerepel. Körülbelül két hete vettem észre első körbe, hogy az alaptörvény, amelyet 2012-ben helyeztek életbe, a következő kitételt tartalmazza. Érvényes 2012-01-01-től 2023-6-30-ig zárója. Tehát meghalt. Nem azt mondta, hogy érvényes 2012. január 1-től 2023-6-30-ig ebben a formában, ez nincs benne. Lezárták az alaptörvényt. Hogy értsétek, hogy mit jelent a Fidesznél nagy divat az alkotmányos puccs, hát most kapaszkodjatok meg, 10 évvel az alaptörvény életbe léptetése után újabb alkotmányellenes puccsot hajtott végre úgy, hogy valamennyi ellenzéki képviselő is tud. Ugyanis az alaptörvényt megszüntették, egy új alaptörvényünk lesz 2023. 7. hó 1-én, a kiegészítésekkel, amelyeket felolvastam, ami kint van az oldalamon, piros betűvel, nézzétek meg, az mind benne van. Tehát a kényszerítéstől kezdve a beszolgáltatásig, a katonaságig, hogy részt kell venned a harcokba,
És ezt mind úgy, hogy az ellenzék tudott róla. És hogy ezt miért is mondom el nektek. Volt egy felhatalmazási törvény, amit 2020-ban az ellenzéki képviselők ajvékoltak. Emlékeztek rá? Ajvékoltak, meg hogy a Fidesz egyet hatalomra tör, meg akkor Orbán azt mondja, hogy nem lesz választás. Emlékeztek? Erről van szó. Gyerekek, mind a filmekben kirakták elénk a valóságot, és nem akartuk látni. A felhatalmazási törvény alapján a Fidesz-KDNP koalíció rendeleti kormányzást hajt végre, ezen rendkívüli egészségügyi korlátozások miatt. Ami azt jelenti, hogy a rendkívüli jogrend értelmében alaptörvényt nem módosíthat, még egyszer mondom, a rendkívüli jogrend idejében a magyar kormány alaptörvényt nem módosíthat, kiegészítést tehet, de a rendkívüli jogrend végeztével a kiegészítések, mint a rendeletek eltűnnek. Megnéztem a magyar közlöny. Véglapoztam. A magyar közlönybe 2021. október 23-a volt egyetlen egy olyan nap, amikor visszavonták a vészhelyzetet egy napra, hogy ki lehessen menni a nagy birkamenetre tapsolni. Azóta eltelt időszak, tehát 2021. október 23-ától 2022. január 20-áig nem történt olyan nap, amikor Orbán visszavonta volna a rendkívüli jogrendet, mert ha ezt megtette volna, akkor a második alaptörvényünk az érvényes lenne, de megint nem tette meg, tehát idézőjelbe érvényes, mert az első se volt, tehát idézőjelbe. Ami azt jelenti, hogy az ellenzék tudtával elfogadtak egy újabb alaptörvényt, amely 2023, tehát jövő július 1-én lép hatályba, tartalmazza azokat a korlátozásokat, amit meg se kérdeztek benneteket, hogy akartok-e hozzájárulni anyagilag, meg akartok-e beszolgáltatni fegyveres konfliktus esetén. Meg se kérdeztek benneteket. Úgyhogy ezt légy szíves, majd küldjétek el az összes képviselőnek, az összesnek, aztán magyarázzátok el, hogy milyen lesz, amikor mi megindulunk, meg elszámoltatunk. Magyarázzátok el. Magyarázzátok el. És akkor ezt miért is mondtam, amikor észrevettem, akkor fölhívtam egy alkotmányjogászt, nem azokat, akikkel tartom a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy tehetek-e föl kérdéseket. Illetve a kérdéseimre hivatalos választ kaphatok-e egy alkotmányjogászról. Egy kérdés 150 ezer ruppó. 4 kérdést raktam föl, számoljátok ki. Ez úgy alakult ki, hogy 2 kérdést Bertalan Attila tett föl, mint magánszemély, 2 kérdést a rendszerváltók csoporttól Bertalan Attila vezető tett fel. Ez a 4 kérdés, ez ma reggel beérkezett az alkotmánybírósághoz, megkaptam a postától a visszaigazoló szelvényt, panaszt nyújtottam be a Súlyogféle alkotmánybírósághoz, és kértem jogorvoslatát, és mellékeltem, hogy mi alapján kérem, hogy az alaptörvény módosítását vonják vissza. Nem fogják visszavonni, de ezt a lépést azért kellett megtenni, mert az alkotmánybíróság arra hivatkozott 2011-be, hogy nem érkezett ellenvetés az alaptörvény ellen. Hát most érkezett ellenvetés, érkezett kérés, jogorvoslati kérés, ügyvéd által, illetve jogász által megfogalmazott kérés, most nem tudnak alól kibújni. Nem fognak vele foglalkozni. Nem is ez a lényeg, de most érkezett be kérés. Érkezett be kérés. És akkor én fölhívom a vendégünket, mert ennyit akartam elmondani, egy újabb alkotmányos pucs elé nézünk. Újabb alkotmányos pucs elé nézünk. És 3 hete, durván 5 hete van ennek az országnak, hogy ebből kimenjünk, de sürgősebbikből, mert itt fogunk veszni. Mert gyerekek, nincs orvosi ellátás. Nincsenek alapellátások. A gyerekeinket korlátozzák a tanulásukba, korlátozzák a szabad akaratukba. Benneteket korlátoznak, egymásnak állítják az oltott, oltatlan társadalmat. Mikor akartok végre fölébredni? Mikor? Szerintetek most az alaptörvényre, hogy reagáltam, nem céltábla lettem? Egyedül. És akkor megkérdezem a nagy vezéreket, azokat a vezéreket,
akik egyfolytában engem bíráltak, hogy gyerekek, hát kinn az alaptörvény, nagy alkotmányjogásznak meg szakértőnek tartjátok, hát kinn az alaptörvény az interneten. Nem vettétek észre, hogy baj van? Engem bíráltak folyamatosan? Nincs más dolog? Geri Tibor, hol vagy? Antal Judit, hol vagytok? Hol vagy? Nem vettétek észre, hogy megint baj van? És én nem vagyok alkotmányjogász, nem is tartom magam annak. Csak én utána néztem, hogy mit lehet a rendkívüli helyzetben, mit lehet a vészhelyzetben, mit lehet a rendeleti kormányzásra. Ezt nem lehetett volna a rendeleti kormányzásra. Egy ellenzéki képviselőt hallottatok, Ajvé Kóni, hogy újabb alaptörvényünk van, egy újabb a Magyarországot hoztak létre, ahol harcba hívnak majd benneteket, mert ez nem a mi országunk, ez Orbáné. Ez nem a mi országunk. Hát én nem akarok elmenni harcolni Orbánért. Hát nehogy akarok én. A hazáért. Azért igen, de Orbánért nem harcolok. Harcoltam én már éppen eleget. Egyfolytában csatába megy, járunk. Nem vettél? Győztünk. Győzelem. Győztünk. Támadást indított Brüsszel. Soros. Egyfolytában ez van. Ezzel riagatnak bennünket. Jó reggel. És mit csinálnak? Bennünket vasalnak ki. Bennünket. Ami azt jelenti ennek fényébe, hogy ez a rendkívüli jogrend, meg ez a korlátozás, ez 2023. július 1-ig fog tartani. 6. hó 30-a, így elvágták a vírust. Mert életbe léptették az alaptörvényt. A kettest. 2.0-át léptették életbe. Meg lehet nézni. És akkor annyi van, alaptörvény 2023. 7. hó 1-től, 7. hó 1-től, utalva nincs arra, hogy a korábbinak a jogfolytonossága, semmi, ugyanazzal a szöveggel kezdődik, és azokkal, amiket beraktam nektek pirossal, azokkal szépen kiegészítette, hogy jó van, nem elég, hogy adót fizetsz, már köll a házad, érted, köll a telked, köll a termőföldet, köll a bankszámlád, köll a bankszámlám lévő pénz, ezt mind elmondtam, hogy ez lesz, mind elmondtam. Egy éve elmondtam, hogy lesz kötelező oltás, nem abban a formában, van kötelező oltás Magyarországon? Van. Kötelező? Nem kötelező, csak rá vagy kényszerítve, el akarsz menni szórakozni. Nézzétek meg Ausztriát, 132 igenne, kivégezte a nemzetet. Kivégezte a nemzetet. Ennyi történt. Remélem, hogy be tudjuk játszani ezt a ominózus felvételt, amit ígértem. Mindjárt a telefon megnyitja a telefonszámot, ezt akkor talán majd tudok valamit kezdeni. Fú, gyerekek, én nem is látom. Oké, megvan. Bízok benne, hogy sikerül behívni a vendéget. És akkor hadd szóljon még ez is. Kihangosítjuk. Jó estét kívánok! Szia! Bemutassalak, vagy bemutatkozó? Mutasd be, kérlek! Tisztelj meg, ennyi van. Hát, Rozália a keresztneve. Egy harcos amazon, aki tanyán él, aki harcol a gyerekeiért. Mindent megtesz a gyerekeiért, mindent megtesz a családjáért. Mellette itt van segítőként, nagyon-nagyon sok információt, nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőle. Isten igazából a Covid részlegünket ő vezeti, én nem foglalkozok ezzel, nem is érdekel, de ebbe is egyezik a véleményünk. És innen te jössz, hallgatunk. Sziasztok, nem tudom, biztosan sokan ismertek Faros Csirke néven tevékenykedem az interneten már időtlen idők óta, a becsületes nevem Hegyi Rozália, csak tegyük tisztába a dolgokat, hogy nem vállalom magam névvel és arccal. Vállaltam magam többször is, több ízben, például a maszkokkal kapcsolatban én egészen a bíróságig mentem, amikor a kicsi fiamat kényszerítették, hogy nem csak az órán, de még a napközibe is, tehát reggel 8-tól délután 5-ig vagy 4-ig hordja a maszkot, mint egy nem is tudom, hogy megvan a felvétel, Attila, akkor kezdjük azzal szerintem, bejátszom, remélem, hogy hallani fog. Akkor most jön az a felvétel, ami a Keszthelyi gimnáziummal, ugye gimnázium vagy szakközépiskola?
Hát egy egészségügyi szakközépiskola. Egészségügyi szakközépiskola, amerre az terjedt el, az a hír terjedt el, ugye, hogy a szülők bementek, rácsaptak az asztalra, és oltatlanul mehetnek a gyerekek a nyári gyakorlaton a kórházba. Na, a technika ördöge közbeszól, mert egy ilyen lehetetlen telefonnal próbálok dolgozni. Az a lényeg, hogy ez nem igaz. Elmondták, hogy a gyerekek nyári gyakorlaton vannak csak és kizárólag kint kórházakban, és nyárig be kell, hogy oltsák magukat. Ez fix. Ez biztos. Ezt elmondta a kedves hölgy a portán, hogy ez egy nem is tudja, hogy honnan látott napvilágot ez a fals információ. Be tudod játszani? Igen, elméletileg. Nem tudom, mennyire hallatszódik majd. Hallani? Igen. Kívánok, helyén az Ária vagyok. Én olyan mivel érdeklődnék, hogy a kisem Zöldfenhótra jár, általánosra, és hát valószínűleg már lekéstük itt a felvétel is dolgokat, de egészségügyi szeretett volna lenni mindig is, viszont ahogy bejött tavaly ez az egészségügyi is. Bocsánat, lezárt a billentyűzet. Ilyen lehetetlen telefonnal próbálom megbejátszani, hogy mindenkitől elnézést. Minden bejött még egyszer. Valószínűleg már lekéstük itt a felvétel is dolgokat, de egészségügyi szeretett volna lenni mindig is, viszont ahogy bejött tavaly ez az egészségügyiseknek a gyakorlat, és akkor hogy neki kötelező az oltás, így egész más felekezdett el kocsingatni. Viszont én tényleg meghallottam, hogy önöknél nem kell az egészségügyiseknek a gyakorlatot. Ez egy elég fals info, nem is kívánok nevelni, igazából én tudom, hogy minden, ha kötelező az oltás az egészségügyiseknek gyakorlaton, amikor nem mehetnek gyakorlatra. Országban így működik, akkor egy iskola miért lenne kivétel? Hát igen, nem is mondom, hogy gondolja, aki ilyeneket osztogat, úgyhogy sajnos nem szedi a valóságot ez a hír. Akkor most nyáron mindig mindenkinek be kell mindenhogyan. Csak nyáron van gyakorlat? Nem nagyon. Igen. Hát, jó, akkor ennyit szeretem volna. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy addig már változik, de érdemel, hogy nézni. Úgy a szállók előtt azt lecsúszok akkor mindenképpen. De ha bármi változna, tényleg is. Én így változom, hogy meg tudja adni. Hamarad. Hát, figyeljük. Na mindegy, ezt a hangot majd ki fogjuk akkor tenni. Erre akkor én még beolvasnék egy szomorú dolgot, amit ma olvastam egy csoportban. A lányomnak épp majd jött meg a papír az iskolától a tanulói jogviszony megszűnéséről. Szociális gondozói és ápolói szakra járt, de a gyakorlati helyen kötelezték oltásra, amit nem vett fel, így fizetés nélküli szabadságra tették, az iskola pedig közölte, hogy így hiába jár, mert gyakorlat nélkül nem fogja az iskola az évet igazolni, úgyhogy kiiratkozott. Már nem iskola köteles, 17 éves. Tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy
a nem kötelező oltással nem rendelkező tanulókat elküldik, és szakma nélkül fognak lézengeni. Nem is tudom, hogy ezt hogyan hagyhatjuk, ezt hogyan tűrhetjük. Én nem tudom, hogy egy idézőjelzett jogállamban ez hogyan fordulhat elő. Szóval ami itt van, az káosz, katasztrófa. Káosz. Káosz. Úgyhogy most azok az egészségügyi szakon levő diákok, akik nem oltatják be magukat, azok kénytelenek máshová menni. Na most ez nem állít meg. Az én nagyfiam Esztergályosnak tanul, CNC-t tanul. Az ő cége még nem döntött arról, hogy kötelezik-e az oltást, vagy nem. Na most minden egyes tanuló, aki ki van helyezve gyakorlatra bármilyen céghez, a cég, akinél ki van helyezve a gyakorlatra, kötelezheti őket az oltásra, ugyanis ugyanolyan munkavállalónak számítanak a diákok, mint a rendes melósok. Szóval itt tartunk, hogy így vannak már gyerekek is kötelezve és kényszerítve erre a szarra. Itt tartunk. És akkor mit tanácsolsz? Hát mit tanácsolnék? Az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Tehát, hogyha ezen túl tudnánk lendülni, mert ez nem fog itt megállni. Most az egy dolog, hogy most elértünk egy kis eredményt, de ez, ahogy te fogalmaztad, ez a jéghegy csúcsa, ez csak a csúcsa. Naponta születnek olyan rendelkezések, amik keserítik meg az életünket. Ugye ezt is mondtam neked, Attila, hogy kaptam a házi orvosoktól egy belső körlevelet, miszerint innentől kezdve, mivel nem jár védettségi igazolás azoknak az embereknek, akik átestek a megbetegedésen, innentől kezdve a legutolsó kacat szar 3000 forintos gyors teszt is elég ahhoz, hogy pozitívnak minősítsék az embereket. Innentől kezdve senki nincs biztonságban se a munkahelyén, se a gyerekeink nincsenek biztonságban az iskolákban. Most elmondanám, hogy az én nagyfiam, kollégista, a múlt héten az egyik szobatársa lett pozitívra tesztelve. Ő itthon maradt múlt héten karanténban, ezen a héten ment egy napot gyakorlatra, de tanárhiány miatt ezen a héten online oktatásban részesült, és tudtam meg, hogy a gyakorlatot tartó tanári gárdának a javarésze nincs beoltva, február 15-ig van lehetőségük felvenni az oltást, mert ugye onnantól kezdve már a fertőzésen való átesettség nem számít immunizációnak, hogy hogyan fogalmazza ezt a Ceci néni. És ez ilyen 20-30 fős tanári brigád. Na most szerintem, ha onnan öten elmennek, az már veszélybe sodorja az oktatásukat. Megkérdeztem az osztályfőnököt erről, azt mondta, feleslegesen aggódok, nem mondott számadatot, nem mondott semmit, csak azt, hogy nem kell nekem olyan aggódnom, amire úgyse vagyok hatással. Hát hol élünk? Hol élünk, emberek? Mi az, hogy nekem ezen nem kell idegeskednem, meg nem kell aggódnom? Mi az, hogy nekem ez az egész nincsen közöm? Hogy én nem tudhatom, hogy lesz-e tanár a gyerekemnek, vagy nem? Azért álljon már meg a menet. Az meg a másik, a kisebb fiam múlt héten betegség miatt volt itthon. Ezen a héten ment iskolába, majd közölték vele, hogy kedden mennie kell iskolába. Kapkodtam a fejem, nem értettem, hogy most ezt miért közlik velem, hát keddi nap, mikor nem kellett. Majd elmondták, hogy hétvégén pozitívra teszteltek egy másik kisgyereket. Így az egész osztály karanténba került, csak az én kicsi fiam, aki elsős, illetve azok az osztálytársai, akik már be vannak oltva, és 6-7 éves gyerekekről beszélünk, ők vannak iskolába. Káosz, tégboly. Mentem érte tegnap, ott hőbörögtek az iskola előtt a szülők, ugyanis a harmadikosokat is karanténba rakták. Úgyhogy innentől kezdve bármelyik agymosott, vírusrettegő szülő egy nyalókás teszttel leigazolja, hogy az ő gyereke Covid fertőzött, onnantól kezdve az egész osztály karanténba van. Innentől kezdve a gyerekeink tanuláshoz való joga, mint olyan, megszűnt létezni, és ezeknek az embereknek a kezében van a sorsunk, akik mindent elhisznek a tévéből, meg mindenhonnan. Megkérdeztem a szülőket, hogy miért tesztelnek, azt mondták, hogy lázasak, meg mert hőemelkedésük van, illetve hogy a doktornő teszteli őket. Hát nem tudom, hogy ki tudja itt a hallgatóság közül, hogy
senki nem köteles teszteltetni a gyerekét, sőt, még maga sem köteles a tesztnek alávetni magát. Tehát bármikor megtagadható. Így van. Úgyhogy nem tudom, hogy minek nézünk elébe, én próbálok a szülőkkel beszélni, de olyan emberekkel nem lehet, aki ezt az egészet teljes mértékben bevette, és retteg a vírustól, még akkor is, ha be van oltva, meg maszk van rajta, 50 és úgy várja a gyerekét az iskola előtt. És ennek nem lesz vége, gyerekek. Nem. Ennek nem lesz vége. Ezt az egész vírus őrületet már nem fogjuk ki tudni törölni az emberek tudatából. Itt már mindenki mondja, hogy az ébresztés. Szerintem a mi oldalunkon bőven van annyi ember, aki ezt az egészet meg tudná dönteni. Az lenne a lényeg, hogy ezeket egy táborba besorolni, és egy fele elindulni, ne 100 felé. Szóval simán menne. Én azt mondom, hogy ez simán menne. Csak végre el kellene döntenünk, hogy mit akarunk. Hát rajtunk nem múlik. Én ezt nagyon jól tudom. Bízok benne. Gyerekek, olyan dolgok fordulnak elő, hogy az eszem megáll, hogy azt mondja a orvos, hogy nem látja el az embert, mert oltatlan. Én telefonáltam a Cegléri kórházba, mert egy idős Németországból hazaköltözött házaspárnál fordult elő, hogy a hölgynek eltört a keze. Én mentek a kórházba, tesztelni akarták őket, és a hölgy nem engedte, ezért kidobták őket a kórházból. Én letelefonáltam, közöltem a kórházzal, hogy ez segítségnyújtás elmulasztása, ez konkrétan egy bűncselekmény, abban a pillanatban kapcsolták az igazgatót, nem győztek elnézést kérni, majd közölték, hogy várják vissza a hölgyet, nagyon szívesen megröngenezik. Szóval ez lenne a megoldás, azt se látom, hogy mi emberek egymásért kiállnánk. Ennek is ideje lenne, ha megtörténne, hogy ott van ez a tatai eset is. Én nem értem, hogy miért nem csörgött a tatai kórháznak a telefonja egész nap. Ilyen nincs, ilyen a világon nincsen, gyerekek. Mi az, hogy nem látja el? Mi az, hogy egy orvos kiírja a rendelője falára, hogy nem látja el, vagy ne jöjjön oda az oltatlan beteg? Hát ha ő háromszor be van oltva, meg egyáltalán. Az étes oda mehet? A TB-t is oda mehet? Igen. Az egészséges ember nem mehet oda? Egészséges ember nem mehet oda, mert mindaddig, amíg nem hajol be ennek a rabszolgatartó társadalomnak, addig nem fogják ellátni. Gondolj, eszem megáll, őrület, ami itt van. És ez nem fog megállni a vírusnál, ez az elmúlt, ahogy ma mondta meg ez Attila, az elmúlt 30 év mocska, most gyűrűzik ki. Mi lenne, ha tényleg komolyan vennék az emberek? Már a Covid előtt olyan szégyenletes törvények születtek, hogy már annak az elfogadása is, hogy a fejemet kapkodtam. De ami a Covid alatt megy, az már tényleg a téboly. Hát bízok benne, hogy az emberek most már tényleg öntudatra ébrednek, és tényleg megtesznek mindent a saját életükért, mert amennyiben nem, akkor rosszabb helyzetben leszünk, mint most van Ausztria. Lényegesen rosszabb helyzetben vagyunk. Hát egy egyet, az nem fog megállni. Nem. Ez nem fog megállni. Ezt akárki néz, most ez az angliai helyzet is. Angliában élnek barátaim, egészségügyben dolgoznak. Nekik áprilisban kötelező az oltás, azt nem törölték el. Akkor miről beszélünk, hogy Angliában milyen helyzet van? Ugyanaz megy, mint Magyarországon, csak lassabban. Lassabb, így van. Így van. Lassabban. Így van. Így van. Így van. Jó van, nagyon szépen köszönjük akkor a információt, még akkor még úgyis leszel itt velünk, meg bízok benne, hogy még, ha már legalább nagyon bízok benne, nem sokat kell még itt élőzgetnünk, hanem majd együtt kint a téren határozzuk meg, hogy merre van az előre. Hát már nagyon ideje lenne, mondjuk most megkaptam a szülőktől azt, hogy mit lehet csinálni, mert a rendszeren nem lehet változtatni. De ezt a kis hitű mentalitást kellene elfelejteni, mert vagyunk bőven elegen ahhoz, akiknek tele van ezzel az egészen a tőke. Most minden szülőt kérem, hogy gondolkozzon el azon, hogy az elkövetkezendő fél évben hogyan fognak járni a gyerekek iskolába. És gondolkozzon el azon, hogy lesznek olyanok közöttünk, sajnálatos módon, akik olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, és nekem ez fáj a legjobban, hogy majd amikor harmadszor meg negyedszer van otthon a kisgyerekével, és a munkahelyén már ezt szóvá teszik neki, kénytelen lesz megfogni a kisgyerekek kezét és elvinni beoltatni, hogy maradhasson az iskolába. Hát meddig hagyjuk a hatalomnak, hogy a gyerekeinket tegyék tönkre. Én ezt fel nem fogom. Miközben tele van bele a Facebook, meg mindenféle közösségi média, hogy 10 és 12 éves gyerekek esnek össze az utcán, és élesztik őket újra. Így van. De ugye azt a fősodrású média nem adja le.
Azt nem adja le. Azt nem adja le. Természetesen nem adja le. Csepelen megtörtént, Pécset megtörtént, Nagykanizsán megtörtént, és nem, Nyíregyházán történt meg Kalocsán. Gyere, álmába, egyszer csak összeesik a gyerek keringése is. Hol hallottunk miért ez az oltások előtt? Hogy utcasarkon összeesik a gyerek, és idegenek próbálják meg újraéleszteni. Eszem megáll, komolyan mondom. Hát igen. Úgyhogy ezt le kell dönteni, vagy gyere, el fogjuk kérni, hogy a gyerekeknek is kötelező lesz az oltás. Pont. És ha már megvannak a törvények, ezt szeretném mindenkinek hangsúlyozni, úgy jön otthon a fotelban, úgy várja, hogy a sürgőlem a szájába repüljön meg, hogy majd a Bertalan vagy valaki rendet tesz helyette, hogy amikor már megvan a törvény, amikor már az életbe lép, akkor már nem tehet senki semmit. Azt kellene megakadályozni. Előtte kellene intézkedni, gyerekek. Így van. Ennyit szerettem volna mondani. Hát köszönjük szépen akkor, aztán úgy is maradsz még itt velünk, úgyhogy... Köszönöm. Vigyázz magadra. Szia. Hello. Sziasztok. És akkor szó volt tegnap, mert kérdeztétek, illetve tegnap előtt, hát akkor azt hiszem elindult. Ó, már 16 perc megy a nemzeti konzultáció végső felvonása, ez a harmadik felvonás. Arra kérünk benneteket, hogy az első kérdést jól olvassátok-e, mert az gyakorlatilag egy felmérő a számotokra, az első kérdést jól olvassátok el, mert azzal adtok nekünk tájékoztatást, hogy mennyire gondoltátok az első három, vagy az utolsó konzultációval mi ezt lezárjuk, és hogy mennyire gondoltátok ezt komolyan, nekünk ez egy igényfelmérés. Lehet továbbra is szavazni az 1-es, 2-es, 3-asra, bízok abba, hogy rekordot is döntünk, bízok abba, hogy terjesztésbe is rekordot döntünk, bízok abba, hogy gyorsan meg tudunk állapodni azokkal a csoportokkal, amelyek ide állnak mellénk, mellénk állnak, nem mögénk, nem elénk, és akkor együtt kéz a kézbe elindulunk, 100 000-en, és ledöntjük ezt a rendszert pillanatok alatt. Kaptam egy segélykérést, több nevelőszülőtől erről beszéltem, 4 nevelőszülőhöz tudtam küldeni egy ügyvédet, illetve egy jogászt, saját költségemen küldtem. Van egy állásfoglalás, hölgyek és urak, a gyám a szülő beleegyezése nélkül nem oltathatja a gyereket, ezt az adás után ki fogom posztolni. Tehát még egyszer is elmondom a nevelőszülőknek, hogy a gyám a szülő beleegyezése nélkül nem oltathatja le a gyermeket. Zsarolják a nevelőszülőket, el akarják tőlük venni a gyerekeket, ellen lehet állni, ezért van most egy ügyvéd, illetve egy jogász, aki segít. Bízok benne, hogy ezt is sikerül. Mindent én sem tudok. Gyerekek, mindent én sem tudok megoldani, én is csak egy ember vagyok, és higgyétek el, hogy napról napra fáradok. Hát látom, hogy úgy nézek ki, most elnézést a kifejezése, mint a mosott szar. Tehát látom, tehát még ennyire sem néztem ki. De ennél többet nem tudok tenni, értetek. És akkor ma kaptam Lőrinc úrtól vagy Lőrinci Gábortól egy bírálatot, hogy altatunk és hogy mit csinálunk itt. Például ügyvédet fizettem. Például jogászt fizettem, hogy a magyar nép nevébe beadjak egy panaszt az elfogadott alkotmánymódosítással kapcsolatban. Intézem a dolgaimat, egész nap telefonálok, Pestre utazok, hogy veletek találkozzak, mindent megteszek azért, hogy ez az ország ébredjen, de én csak egyedül vagyok. De megkérdezem tőled, hogy te ebben mit segítettél. Mert bírálni én is tudok bárkit. Mindenkit lehet bírálni, de nem azt a lovat kell ütni, amelyik magától is húz. És ha nem tudod értékelni ebben a hónapban elért sikereinket, akkor nem a rendszerváltók csoporttal, nem a Bertalan Attilával van probléma, hanem a te tudatszintedet kéne felemelni. Azt én már nem tudom, mert annak nekem már nincsen kapacitásom. Mert itt van 30 000 ember, a többi csoporttal együtt majdnem 35 000 ember, nem tudok 35 000 emberre egyénileg beszélni, egész nap fülemen van két telefon van a fülemen, már gyakorlatilag agyfaszt kapok, mert intézzük, mellette ott van a nemzetközi szerveződés, még nincs időpontunk, le kell fordítani majd a meghívókat, neki ki kell menni a magyar nagykövetség elé, pont azért, hogy fölhívják a világ figyelmét, hogy itthon Budapesten baj van.
pont azért kell fölhívni. Pont azért, hogy mi sértetelek lehessünk. Pont azért, hogy ne úgy járjuk, mint 1956-ba. Ez kinek jutott az eszébe? Lehet bírálni, nyugodtan lehet bírálni, lehet lejáratni, lehet azt mondani, hogy ilyen poszt volt, meg olyan poszt volt. Én felolvastam úgy, ahogy felolvastam, én egy szót nem raktam hozzá, egy betűt nem raktam hozzá, hogy le volt írva, én azt úgy raktam be nektek, tehát innentől kezdve nekem egy politikus nem mondja azt, hogy én rémhírterjesztő vagyok, még ezért úgy is beszélünk. El lehet számolni az összes képviselőnek, hogy melyik ágált most az elmúlt időben az alaptörvény módosítása ellen, elmondom egy se, olyan nincs. Olyan nincs, hogy a 200 képviselőből egy se tudta volna, hogy ez újabb államcsíny. Ő is részt vett benne. Teljesen mindegy, hogy szavazott, nem szavazott, otthon volt, nem volt otthon, benn volt a parlamentben, nem volt. Ő is részt vett benne, és totális diktatúra kiépült. Most már nagy betűvel, és végén 10 000 felkiáltó jellel. Kiépült, gyerekek. Én egyedül nem tudok rendszert váltani. Ha ti nem segítetek benne, nem lesz rendszerváltás, elveszünk. Elveszünk, és elmondtam, és tisztában vagyok vele, és tudatában vagyok, hogy innentől kezdve, mert beadtam az alkotmányjogi panaszt, innentől kezdve céltábla vagyok, mert a 10 milliós magyarságból egyedül vettem észre, hogy baj van. Egyedül. Akik engem meg bírálnak, az meg azt nézi, hogy mibe tud belekötni, de az, hogy utána nézzen a jognak, utána nézzen a jogszabálynak, utána nézzen a rendeleteknek, utána nézzen a ahhoz nincsen esze. Én is hátra tudok dőlni, azt mondom, hogy ez egy hülye, az egy ököl. Én is hátra tudok dőlni. Csak én megyek előre. Megyek előre. Akárhány szogáncsolnak, fölállok, megyek. Nehezebben állok föl. Persze, hogy nehezebben állok föl. Hogy ne állnak föl nehezebben? Hogy ne állnak föl nehezebben? És akkor még egy dolog. Meghívtam ugye a urakat, hölgyeket. Ezt már elmondtam nektek egyszer. Én politikusokkal nem ülök letárgyalni. A rendszerváltásról nem ülök le politikusokkal tárgyalni, mert a koncepciójukat tudjuk, hogy megrakni a család, a rokonok, haverok, família, retyerútja zsebét. Ezekkel nem ül. De 2012. január 1-én, miután ezt a tákolmányt elfogadták, és életbe léptették, valamennyi pártnak nyilatkoznia kellett, hogy az alaptörvényt önmagára nézve kötelezőnek tartja, és nem támadja. Egyesület, mozgalom, szövetkezet, és párt esetében. A Facebook csoportnak nem kellett ilyent aláírni. Akkor most ki van előrébb? A Facebook csoport, aki támadhatja az alaptörvényt, támadhatja egyénileg meg itt csoportosan, vagy a pártok, akik nem támadhatják az alaptörvényt, azért nem támadhatják, mert fönntartják ezt a rendszert. Ők nem tudnak rendszert váltani, bármennyire szajkózzák. Nem tudnak, nem is akarnak, de nem tudnak. A rendszerváltás most egy szlogen lett, egy eszme lett. Most azt kell meglovagolni. Emlékeztek? Volt az az összefogás szó. Összefogás, erről szólt minden. Holott az, kint az utcán találták ki az emberek, hogy fogjanak össze egymással. Az ellenzéki pártok elvitték. Most mindenki jön a rendszerváltásra. 3 évvel ezelőtt miért nem jöttetek a rendszerváltásra? 2012-ben miért nem jöttetek a rendszerváltásra? Ja? Akkor még nem volt itt 30 ezer ember. Most már viszont itt van 30 ezer ember. Itt van 50 ezer ember, és bízok benne, hogy kint a téren egy helyen, egy időben kint lesz a 100 ezer ember. Én ott leszek. Én rajtam nem fog múlni. Csak rajtatok múlik. Én rajtam nem múlik. Holnap elemezni fogjuk azért az ausztriai helyzetet. Nem szeretném nagyon elrabolni az időtöket. Elemezni kell, mert Ausztria a szomszédos ország, és Hegyesalomnál ezt nem fogják megállítani. Még egyenlőre nem tudni, hogy az ingázókra ez hogy vonatkozik, erről még ugye a miniszter nem nyilatkozott, de gondolhatjátok, hogy a ingázókra is előbb-utóbb be fogják vezetni ugyanezen korlátozó intézkedéseket, mint az osztrákokra. Tehát nem lesz itt kivétel, itt nem lesz kiskapu, gyerekek, nem lesz kiskapu. Elmondtam, ez egy 40 éves program része, dollár, milliárdokat sokszorosan tolták ebbe a programba bele, itt nem hagytak hibázni, de egyetlen egy dolog volt, ami elkerülte a figyelmüket, hogy a magyar alkotmány az még érvényben van, és az alaptörvény az érvénytelen, közjogilag érvénytelen, hogy erre az egyen nem számítottak, hogy egy pici ország az ellenállást tud tanúsítani, egy pici ország ki tud szállni ebből a Covid-ból, egy pici ország tud egy normális életet biztosítani, és higgyétek el, 1-2 hét, és egész Európában megáll a Covid, az egész világon megáll a Covid. Erre vagyunk mi hivatottak. Erre. De először itt, ebbe a homba rakjunk rendet. Itt. Nem érdekel a holland esemény, nem érdekel a svéd esemény, nem érdekel az angol esemény. Ez.
ez az elsődleges, mert ez a hazánk, ezt vagy megvédjük, vagy elveszik. És akkor mindig mondjátok a háttérhatalmi törekvéseket, mondjátok a világkormányt, a világkormány kormányzásának kezdete 2023. július 1-je. Így készüljetek. Ott van kint a falon, úgy hívják, hogy alaptörvény. Nincs menekülés. Nincs. Nincs. A honvédséget, a magyar, már nem magyar honvédség, honvédség. Már nem magyar katona, katona. Nézzétek meg a különbségeket, kiraktam. Nézzétek meg, milyen szavak vannak benne. A világkormány kezdete 2023. július 1-e. Orbán, illetve a mai magyar ellenzék a kormánypártokkal együtt végig asszisztált, végig hazudott, végig vezetett bennünket. Ha most nem állunk fel, akkor elvesztünk. Akkor nincs miről beszélni, akkor nyugodtan lehet továbbra is osztani a Facebookon az észt, aztán várjátok, még a házatok előtt egyszer megáll a kivégző osztag, vagy oltatsz, vagy nem oltatsz. Ez a két választásod lesz. Nem fogja érdekelni az idegen szívű magyar rendőrt, mint ahogy 2006-ban se érdekelte az idegen szívű, hogy neked otthon családod van, hogy te az országodat jötted megvédeni a gonosztól. Nem fogja érdekelni. 2006-ban se érdekelte, és 2023. július 1-én se fogja érdekelni, hogy ki fia borja vagy, mert ő nem ide született, hanem ez az országot Orbán átjátszotta neki. Beszélhettek bármiről, bármiről, mindig figyeljétek a tényeket, kint a falon, ez a címe, kint a falon, keressétek meg ezt a videót, megvan valahol, megpróbálom majd ezt is kirakni, kint a falon, most kint a falon, gyerekek, kint van a falon a bizonyíték, 2023. július 1. Különleges jogrendben nem lehet hivatalosan parlamenti választásokat tartani, kivételes eset lesz ismét, október 23-a után, higgyétek el, hogy mind a elnökválasztásra, mind a parlamenti választásokra Orbán fel fogja függeszteni a rendkívüli jogrendet egy napra, március 10-e azt hiszem, meg április 3-án, ugyanúgy megteheti, mint október 23-án, és akkor megkérdezem, hol az ellenzék? Tisztelt ellenzéki szavazók, hol az ellenzék? Ki áll értetek ki? Ki emeli föl a hangját értetek? Egyik se. Láttam, itt előbb elindult egy dolog. Geri Tibor nyilatkozatokat gyűjt. Mi nem gyűjtünk nyilatkozatokat. Mi 100 000 embert, jogtudatos magyar embert várunk. Egy időbe, egy helyen, egyszerre. Nálunk nincs nyilatkozat. Nincs nyilatkozat. Nem volt, nem is lesz. Akik később kapcsolódtak, vagy most jöttek be közénk, kint van, és perceken belül nálam is megtalálható a nemzeti konzultáció, 3-as szavazása, ez a végső szavazás, ha végignézitek, ez az ideiglenes kormány programja. Erre szavaztok, nem biankóra szavaztok, hanem azokra a pontokra, amelyek ott vannak, az ideiglenes kormánynak legfontosabb feladatai között annak kell szerepelnie. Azok lesznek bent, voltak, akik segítettek a kérdésekbe, ti is küldtetek be kérdéseket, de azt hiszem, hogy egyértelmű a kérdés. Még valamit szerettem volna mondani. Igen, azért nem gyűjtünk nyilatkozatokat, mert a jogi nyelvén egy helyen, egy időben, egyszerre nem aláírás kell, mert kinek viszem be egy nem létező hatalommal, ha leülök tárgyalni, akkor elismertem a nem létező hatalmat. Ehhez nem kell alkotmányjogásznak lenni. Nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Azt hiszem, ma aztán tényleg rekordszámot döntöttünk. Nem a felső számot kell nézni a bal felső sarokba, hanem amint lelépek, megjelenik a videó, és a jobb alsó sarokban megjelenik a valós követői, illetve nézőszám. A nemzeti konzultációt osszátok, kérlek. Mindenféleképpen. Azzal úgyis jövünk majd egy értékeléssel. Holnap egy picit kitérünk erre az osztrák eseményre, de mondom, csak azért térünk ki az osztrák eseményre, mert szomszédos ország, viszont jelzem, Csehországban vagyok, és továbbra is kell Csehországban a maszk. Tehát ez a hír sem állja meg a helyét. Csehországban továbbra is kell a maszk. Németország engedett egy-egy helyen engedményt,
hogy az oltatlanok is bemehetnek különböző boltokba. Azt hiszem éppen a Bajor régió engedett, viszont az összes többiné nem lehet bemenni. Teszem föl ruhát venni, cipőt venni, oltatlanként. Még egyszer mondom, oltatlanként. Ha ezt akarjátok megvárni, mind a zsidó törvényt, és még mindig ezek után otthon akartok lenni, áldásom rá, de akkor a Facebookon nincsen jogod bírálni a rendszert otthonról a fotelból. Mi álltunk kint, fáztunk kint, esett a szél, vagy esett az eső, fújt a szél, szórta a havat, nyáron meleg volt a sátorba, de kint voltunk. Most az utolsó olyan lehetőség, amikor egységbe kell kovácsolódni. Igen, kérdeztétek a nemzetgyűlést, a sorsfordító nemzetgyűlést. Nem igaz a hír, nem igaz a hír. Ott is a 100 000 aláírással nem tudnak elérni semmit se, mert az ENSZ önrendelkezési jogának valamennyi pontja egyértelműen fogalmaz. Még egyszer megismétlem. Egy időben, egy helyen, egyszerre nincs aláírás. És sem az alaptörvény, sem a alkotmány értelmében nincs joguk nemzetgyűlést összehívni. Hát ergo ugyanolyan rendszert szeretnének felépíteni, mint jelenleg Orbán. Ettől függetlenül, mivel már ott is volt megkeresés a mai nap, én várom őket, félret lehet rakni a múlt sérelmeit, féle lehet, mert első az ország. Isten, haza, család. Ez a hármas. Ez a három legyen a zászlónkon. És rend van. Rend van. Ezért kell rendszert váltani. Ennyi lettem volna mára. Adjon Isten fényeket, temető helyett életet. Bár kérni nekem nagy szégyen, hát adjon akkor is, ha nem kérek. Magyar tanárt keresek a rendszerváltás után, korepetálni egy országot értő olvasásból. Nádasi István úrnak, szomszéd falumba egy tanár, aki még engem is tanított, üzenem, hogy Pista bácsi, jó egészséget, mert az országnak olyan emberekre van szükség, mint ön, és az ön kollégái, akik tanárok. Bízok benne, hogy az ország ezentúl majd a posztom, vagy a élővideóm első bejátszása, felolvasása miatt is rá fog jönni, hogy az értő olvasás az értő. Van, aki eljut arra a szintre, van, aki nem. De tudjátok, van egy probléma, hogy a medúza az 3000 éve él agy nélkül. Na most tudjátok, mi a szégyen? Hogy nálunk a parlamentbe ilyenek akarnak bekerülni agy nélküliek, az agy nélküliek mellé, az is az agy nélkülieket akarják leváltani. Erről meg ennyi a véleményem. Nekem, mint jogtudatos választópolgárnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Pihenjetek jól. Jó étvágyat az vacsorához. Kollégáimnak jó utat. Nektek szép álmokat, és továbbra is kívánok jó egészséget nektek, illetve valamennyi ötök családjának. Isten veletek, sziasztok!